A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozatban szólal fel az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvény kapcsolatban. A törvénytervezet, amelynek megvitatásából ezúttal is kihagyták a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezeteket, szinte teljes egészében megegyezik az egyesztendővel ezelőtt közzétett változattal, azzal az eltéréssel, hogy még az előző célja a kisebbségi jogok garantálása volt. A jelenlegi már csak a kisebbségi jogokkal kapcsolatos társadalmi viszonyok sajátosságait kívánja meghatározni, áll a nyilatkozatban. A Kámkász elnöksége kiemeli. A tervezet, amely a nemzetközi jogban elfogadott, nemzeti Kisebbségek fogalma helyett a jogi környezetet teljességgel nélkülöző nemzeti közösségek fogalmat használja, továbbra is jelentős jogszűkítést jelent az alkotmányban és más nemzetközi megállapodásokban rögzített normákhoz, illetve az eddigi gyakorlathoz képest. S a közelmúltban elfogadott oktatási és nyelvtörvényben kodifikált korlátozások megerősítését jelenti a nyelvi oktatási médiajogok területén nem biztosítja a jogszabálytervezet többek között a nemzeti szimbólumok szabad használatát, a kompakt nemzetiségi letelepedési térségek megőrzését, megnehezíti a kisebbségi szervezetek támogatását, ellehetetleníti a kisebbségi nyelven működő médiumok működését, s kimarad belőle az erőszakos asszimiláció tilalma is. Hangsúlyozzák a nyilatkozatban. A törvénytervezet a kisebbségi jogokat kizárólag a kisebbséghez tartozó személyek egyedileg gyakorolható jogaként értelmezi, ami megfosztja a nemzeti kisebbségeket bármiféle intézményesen gyakorolható politikai, oktatási, nyelvi jog érvényesítésétől, s így saját sorsuk befolyásolásának lehetőségétől is. A tervezet elfogadása a kisebbségek jogi helyzetének további romlásához vezetne, mutatott rá nyilatkozatában a KMKS.